Neuhold Rádió legjobb válogatás az elmúlt 30 év dalaiból, és a legjobb lemezlovas DJ Sterminski. Ó, miket nem mondok? Várjál már, tényleg ittam valamit. Hát lehet, hogy csak az igazságbeszélbe lett kitolni. Ennyi. Na, ezt vártam tőled. Ezt vártam tőled, és persze azt is, hogy még egy-két dologra azért válaszoljál nekem. Megint nem a véredet akarom szívni, de komolyan, tehát ez most semmi személyes nincs benne. Meddig lehet ezt csinálni, hiszen vannak olyan pályatársak vagy pályatársaink, akik, hogyha bemennek a pultba, az már igazából nem cuki, hanem ciki. Van is erre példád, de kire gondolsz? Nem akarok nevesíteni, hogy 3-4-et fel tudnék sorolni. Nekem lenne. Na ugye, akkor ebben egyetértünk. De tényleg, tehát, hogy mit tudom én, van az akkor egy lemezlovas, amikor azt mondja, hogy öcsém, na most leteszem a lantot, az holnaptól elmegyek horgászni, vagy mit tudom én? Én nagyon-nagyon egyszerű száraz leszek most, jó? Én azt gondolom, nincs. Ameddig jól esik, és hiteles tudsz maradni, és jól érzed magad a bőrödben, és ameddig a közönség is szereti, amit csinálsz, addig állj ki, ameddig tudsz. Viszont talán annyi, hogy ugye ez a fajta zenei világ, amit mi képviselünk, legyen az klubzene, elektronikus tánczene, lakossági house, nevezd, aminek akarod, az főként a fiatalokat célozza meg, ők döntenek. A fiatalok, én azt gondolom, hogy a zene alapján és a zenéddel együtt hosszú-hosszú távon el tudnak fogadni. Hogy most fizimiskailag mennyire vagy színpadképes, az megint más kérdés, mert igenis én azt gondolom, hogy ha valaki nagyon-nagyon ebből akar élni, és erre teszi fel a mindent a diszkozásra, akkor ott lehet, hogy kellenek, és megint csak szókimondó leszek, szép esztetik beavatkozások. Ez show business. Tehát ameddig a közönség, a fiatalok, a 16, 17, 18 évesek is már diszkóba járnak, sok esetben be is engedik őket a szórakozójákra. Most ez jó vagy nem jó, ez nem a mi feladatunk eldönteni, illetve pálcát törni a dolog feje fölött, viszont ők meg, hát értelemszerűen a fiatalabb lemezlovasokat, producereket fogják elfogadni, favorizálni. Bár, ugye ott van a világ egyik első számú lemezlovasa, Tiesto, hát ő is bőséggel 40 fölött van, és mégis. Ott van a szeren. Vagy mondhatnám Karkoxot, bőven 50 felett jár, és mégis. Most világszinten beszélgettünk. Hazai piacon, akit egyébként most mindentől függetlenül, és tényleg elnézést azoktól, akiket nem említek meg, de mondok inkább két nevet, hogy ne legyen az, hogy most egy ember mellé mondjuk leteszem a voksomat, és nem is erről van szó, de a Dévényi Tibi bácsi azért most végig szántotta az elmúlt egy-két évben a palettát, nagyon sok helyen ott volt. De én azt gondolom, hogy őt is elfogadta a főiskolás egyetemi közönség, nagyon-nagyon sok egyetem is főiskolás bulin együtt zenéltem vele. Vagy most Felvidéken például két hete együtt zenéltem a Bétolt Lacival. És óriási élmény volt nekem mindenképpen, hogy most már nem először azzal az emberrel állhattam pult mögé, akinek a poptariszt lehet szerintem te is. Ott ültem, és vettük föl a nótákat, az miket játszik. Megvágtuk, elején nem volt a zenének, vége se volt, úgy szólt, ahogy, de megvolt, mert lejátszott, és föl tudtuk venni. Nem volt a Magnosoknak blokk 3 zene. 3 dal. Hát, minden vasárnap, 3-4-6 között. Én pontosan, ennyi. Erről nem is emlékeztem volna, látod, milyen, segítek, milyen kerek fej, kerek agyó. Az a 20-30 év, ami köztünk van, az ilyenkor ugye előjön. Tessék, diszkós beszéljen, vagy ne beszéljen. Itt is óriási polémiák vannak, tehát ilyen, hogy menjen el stand-up, hogyha beszélni akar, vagy csak zenéjen, szólítsa meg a közönség. Ne, tiéd a tessék, mondjad, mesélj erről. Nekem erről megint megvan a véleményem, én abszolút foggal körömmel nyírom a mikrofonos diszkózást a mi vonalunkon, aztán megint más egy retro diszkó. Tehát egy retro diszkó, az is diszkó, és sokan szeretik. Az elektronikus tánczenének semmi keresni van, de elektronikus tánczenében a ezen műfajon belül semmi keresni valója, pontosabban, bocsánat, ez így nem igaz. Azon a szinten semmi keresni valója a mikrofonozásnak, amilyen szinten mi el tudjuk képzelni a mikrofonozást, és amilyen szinten sokan rászabadultak a mikrofonra, gyakorlatilag az életüket mesélik el, mert éppen kisebbségi komplexusuk van, és muszáj, hogy beszélnek, és muszáj, hogy középpontban legyenek, ez a zene rovására. Hál' Istenik, ez a dolog odáig fajult, hogy ugye ennek volt egy nagyon nagy felíve Magyarországon, ez a mikrofonozás leáldozóba volt. Jött a mikrofonozás, egy pár lemezlovasnak köszönhetően berobbant, nagyon-nagyon feltört, és most nagyon-nagyon-nagyon ereszkedik, elmondom miért. Mert a közönség nem kíváncsi arra, amikor elmegy bulizni, és zenéket szeretne hallgatni, és már azért mész, és azért mentél régen is diszkóba, hogy hangosan hallgass meg azokat a zenéket esetleg, amelyek kedvenceid, akár a kedvenc DJ-től, aki előadó is egyben, és a sajátjait is lejátsza, vagy Ablok Cuzámen hangos zenéket hallgass, és arra buliz, és nem arra voltál kíváncsi, hogy 15 másodpercenként, 30 másodpercenként a DJ valami egetrengető, oda nem való baromsággal rogyasztja térdre a bulit. És képzeld el, pár hete fölhívott az egyik
klubtulajdonos, és megkért arra, hogy ha lehet, akkor náluk új tendencia van, és hozzáteszem, hogy az ország egyik legjobban működő boltja az övé, és sőt, nem is egy boltjuk van, hanem kettő is, és azt mondták, hogy ők beálltak abba a sorba, hogy elég volt a mikrofonozásból, a vendégek panaszkodnak, a vendégeknek elegük van abból, hogy mikrofonos DJ-knek a hülyeségeit hallgassák, és arra kér engem, aki egyébként tudja, hogy... Amúgy se nagyon. De egyébként, figyelj, hogyha kell, akkor olyan voltam ebbe a dologba, mint a kaméleon, hogyha kellett, akkor beszéltem, bár sosem volt szívem ügye, de hogyha erre elbillent az országba a tendencia, most tudtam volna mit csinálni, kipörögtem volna, és eltűntem volna a sülyeztőbe, mert nem mondok két mondatot én, akinek egyébként nincs gond a beszélőkéjével. Tehát akkor beszéltem, ha kellett, de egyébként nem kultiváltam soha, és ha lehetett, letettem a mikrofont. Na mindegy, a lényeg odáig, az egész dolog odáig fajult, vagy odáig jutott, hogy vannak olyan szórakozó helyek, ahova például ezeket az agyonbeszélős diszkósokat nem is várják, nem is hívják, vége, ennyi volt. Pedig ott ők voltak a legnagyobb sztár fellépők, és mára nem. Úgyhogy én annyit azért mondtam ennek a tulajdonos hölgynek, hogy figyelj, én azért végignéztem most jó pár live-ot, élőben is fölléptem külföldön, itt-ottam ott Arminnal, Tiestoval, Blake Jarrell-lel, nagyon-nagyon sok mindenkivel, Sander Klenenberggel. Volt, aki meg se ragadta a mikrofont, volt, aki a kezébe vett és elmondott egyet hype-olos szöveget, például Everybody put your hands in the air, come on, vagy let me see some hands, let me see some what, vagy make some noise. Tehát a tipikus hype-olos szövegek a mai elektronikus trendzenében, amit én játszok, ez a big room, tehát ez a fesztiváli és a picit erősebb, izmosabb, combosabb daraboknál, belefér, hogy a közönséget meghúz egy-egy mondat erejéig, és ezt lehet magyarul is. Ugyanezt elmondhatod, hogy szeretnéd látni a kezeket a levegőben, vagy a kicsit is jól érzi magát, kérem szépen, emelje fel a két kezét a levegőbe. If you have a good times, please let me make some noise. Ezt nem csak mi csináljuk, ezt csinálja, pont kimondom a nevét, Hardwell is, aki jelenleg a világ egyik legelfogadottabb és legjobban futó DJ-je. Na most én azt gondolom, hogy ezt mondtam a tulajdonosnak, hogy azért ezt, ezt összeneteket, az kell, akkor, amikor úgy érzed, hogy szükség van rá, és a bulinak jót tesz. De az egy óriási öröm számomra, hogy végre nem kell elmesélnem, hogy ez a zene miért, vagy éppen ma milyen időjárás volt, vagy éppen most, gyerekek, ez a trend, és ez volt a trend, vagy hova tartunk, és honnan jöttünk. Nem kell a diszkó, az nem erről, az nem a stand-up komédiások, nem a stand-up komedinek egy leányvállalata, ahova oda megyünk és beszélünk. Figyelj, én nem mondom, hogy erre nem volt igényes kereslet, mert volt. Mert sajnos, nem sajnos, kinek jó, kinek nem, nekem, én nem örültem neki, mert gyakorlatilag ez megfojtotta a diszkózásunkat. Megfojtotta a technikás diszkózást, megfojtotta a zene adta élményt, és átbillentünk egy, én gumicsizmás diszkózásnak hívom, átbillentünk egy gumicsizmás, egy nagyon negatív számú, nagyon negatív diszkózásba, ami most tudom sokaknak nem fog tetszeni, amit mondtam, de így van, ami nekem, én nem tudtam fel, nem tudtam magam otthon érezni benne magamat. És utána ugye én elkezdtem párhuzamosan ezzel nagyon sok külföldi fellépést magaménak tudni, tényleg a világ legnagyobbjaival, itt, ahogy soroltam, csak kettőt mondok, és külföldön, nem itthon, Tiestoval és Arminnal nem egyszer zenéltem, és érdekes mód, mikrofon nélkül olyan eufóriát tudnak csinálni. Azt láttam olyat, hogy Tiesto Hardwell együtt, és gyakorlatilag széthájpolták a közönségek, volt ilyen is. De nem az, amikor elmondom, hogy hogyan volt a tegnap éjszakai szexuális életem. Tehát ezért ez már annyira legalja. Én azt gondolom, amikor egy diszkosnak ezzel kell kitűnnie a közönség köreiben, hogy ő mennyit pofej, milyen jó dumál van, meg milyen laza, meg milyen jó srác, mert ilyeneket dumál. Hát ne haragudjál. Én azt gondolom, nem? Ez lenne a feladunk. DJ, benne van a nevünkben. Disk, saké. Nem MC. Nem MC, az MC, az az MC. Az egy másik történet. Azért meg ilyen adtad, akkor rappeljél, meg legyél vagány, baseball sapka föl, vagy akármilyen, nem is téged, mert érdekel, ami jól esik, és akkor dumálj, csinálj dumás bulikat. De ez a DJ szerep, ami nálunk egy kicsit cévágányon betört az elmúlt egy-két évben, és most mondom, leáldozóban van, mert mondom, a tulajdonos fölhív engem buli előtt délután, pont engem, akiről tudja, hogy nem kell a mikrofon, nem is szoktam kérni, nem is viszek magammal, figyelj, kereszt nálunk új a tendencia, ezt kéne tartani. Figyelj, ne jónak mondod, de onnan, nem lesz könnyű, de meg. Próbálom, igen. Óriási. Meg is írtam az eszémet a Facebookra, de mondom, nem rakom ki, nem akarok én megint megosztolni, én nem akarom, hogy rajtam ugráljanak, hogy miért igen, miért nem. Hozzáteszem, vannak bulik, ahova kellenek. Biztos vagyok benne, hogy egy funky buliba, más, én is a legendás Y-ba, Fortunába, vagy most sorolhatnám itt a helyeket, amikor funkiztunk, vagy Esso Bedrock, persze, hogy dumáltunk, de ott sem olyan szinten, mint most előfordult.
Nem kellett, mert a zene, én mindig azt mondom egyébként, beszéljen a zene helyettem. Na akkor most a zene beszél, jó? Jön a Queen of Chinatown, aztán jön vissza mi is. De óriási. Neo Bird TV. Több, mint hír.